A másik reformkor alapítványnak az alapítójaként megtettem az első javaslatomat, ami pártmentes önkormányzatiság, ezt a terminus technicus találtam erre a célra, és hát nagyon sokakkal beszélgettem, főképpen civilekkel, ezt el kell, hogy áruljam, biztosra mentem, önkormányzati képviselővel, polgármesterrel, civil aktivistával, és mindenkinek nagyon tetszett. De kíváncsi vagyok, hogy a szakma, a politológus szakma mit szólna egy ilyen lehetőséghez, vagy egy ilyen javaslathoz, és akár a realitását, akár pedig a politikai szempontjait megvizsgálva. Hát nyilvánvalóan nem tudok a szakma nevében, csak a saját nevemben nyilatkozni. És az is nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon népszerű javaslat. A pártok meg a politikusok ellen való beszédet már mindig nagyon szeretik az emberek. Amit szerintem érdemes átgondolni, az az, hogy létezhet-e politika politikusok, hivatásos politikusok, meg hivatásos politikusok közössége nélkül. Márpedig a hivatásos politikusoknak a közösségét azt az elmúlt 200 évben pártoknak nevezik. Ezért azt gondolom, hogy a pártok ellen való kampányolás, vagy a pártok ellen való beszéd az végső soron alapvetően a politika ellen való beszédként értelmezhető. Tehát én ezt egy apolitikus, vagy ha erősebben fogalmaznék, politika ellenes, és erőteljesen populista kezdeményezésnek gondolom. Nyilván nagyon népszerű lesz, nagyon fogják szeretni azok, akik egyébként is gyűlölik a pártokat, csak érdemes azon gondolkodni, hogy vajon érdemes-e arra késztetni a politizálni akarókat, hogy ők rejtőzködjenek, vagy magányos harcosnak próbálják bemutatni magukat, és letagadják azt, hogy nekik van egy közösségük, amelyben politizálnak. Ugye maga a javaslat az úgy néz neki, hogy a jelenlegi szabályozáshoz képest, ugye most pártok, helyi egyesületek vagy magánszemélyek válhatnak képviselői vagy polgármesteré, és a javaslat lényeg az, hogy ebből a pakliból a pártokat vegyük ki. Ettől még helyi egyesületnek az indulását ez a javaslat nem tiltja, sőt azt gondolom, hogy sokkal inkább bátorítja is. És akkor az én kérdésem az, mi az, amit helyben, egy helyi önkormányzatban egy politikai párt hozzá tud tenni az önkormányzatisághoz, amit mondjuk egy helyi egyesület nem képes az önkormányzati munkában megjeleníteni? Hát nyilván lehet ezt csinálni, de akkor, hogy rákényszerítjük a pártpolitikusi szereplőket arra, amit egyébként már ma is csinálnak, mert népszerűbb, hogy ne pártjelöltként induljanak, hanem valamilyen egyesület, civil szervezet mögé bújjanak, vagy maguk hozzanak létre álcivil, álfüggetlen szövetségeket. Miért van szükség a pártokra? Szerintem elég nyilvánvaló. Azért van szükség, mert a politika nem egy magányos műfaj. Szükség van. Egyesület is közösség. Nyilván, de lehet, hogy érdemes mondjuk egy párton belüli érdekérvényesítő lehetőséget is figyelembe venni akkor, amikor valaki politizálni szeretne. Tehát erősebb a polgármester akkor, hogyha ő mondjuk egy olyan pártnak a tagja, amelyik egyébként kormányzati hatalommal, vagy legalább valamilyen ellenzéki hatalommal rendelkezik, tehát van országos szervezete. Ez azért jól látszik. Ez egy kiszolgáltatott helyzet, amit elfogadunk, és azt mondjuk, hogy akkor tartsuk meg, mert mégis csak jobb a polgármesternek, ha tud valakit, föl tud valakit hívni, ha baj van, akkor én erre azt mondom, hogy és mi lenne akkor, hogyha az adott polgármester javaslatáért adott esetben több párt versenyezne. Tehát nem az lenne, hogy nekem van egy pártom, akihez tudok fordulni, hanem azt mondom, hogy Balmazújvárosnak szüksége van egy beruházásra, és akkor tessék, pártok lehet a balmazújvárosi emberek kegyéért tenni, és meglátjuk, hogy ki mennyit tesz érte. Szóval nekem az a problémám, hogy a javaslatnak az a célja, hogy a hierarchikus lojalitáson alapuló, alapvetően korrupcióra érzékeny megoldásokat valahogy elkerülje. De nézzük meg azokat a modelleket, ahol egyébként nem egy párthoz kötődő, de erős ember áll egy adott helyi közösség élén, és most ne beszéljünk Magyarországról, nézzük meg az amerikai példát, ahol számos ilyen esettanulmányt ismerünk, Chicago híres polgármestere, vagy akár a Boston Politics című könyvben körülírt jelenség, ahol azt látjuk, hogy alapvetően nem azért lesz valaki hierarchikus, másokat szervilitásra késztető, alapvetően korrupciós mechanizmusokat működtető ember, mert egy pártnak a tagja, hanem mert helyben meg tudja ezt szervezni, maga mögé tud tenni egy ilyen közösséget. Hogy ezt pártnak hívják, egyesületnek hívják, szövetségnek hívják, teljesen mindegy. Ezzel egyetértek én is, hogy még ez a javaslat önmagában nem mentesíti az önkormányzati politikát azoktól a negatívumoktól, korrupciótól, problémáktól, amik jelenleg is megvannak. Én csak azt mondom, hogy ez mi szükség pártokra akkor. Tehát, hogy tudnak-e akkor még provokatív abban teszem fel a kérdést, tudnak-e, illetve így is tettem fel korábban is, csak úgy érzem, hogy még nem kaptam megfelelő választ, vagy engem nem megnyugtatott, vagy nem nyugtatott meg, hogy mi az, amit egy párt pozitív értelemben hozzá tud tenni, mondjuk a lobbizáson kívül, ami itt szóba került, amit én azt gondolom, hogy azért árnyalni lehet. Tehát, hogy szerintem ugyanúgy tud lobbizni párt hovatartozás nélkül is egy polgármester vagy képviselőtestület. Tehát van-e bármi, amit pozitívan hozzátesz egy párt az önkormányzatisághoz, mert negatívumot nagyon sokat hozzátett. Tehát például a vitákat beszűkítik.
nagyon sok esetben a pártlogikai érdekek. A kormányok számára szelektálhatóvá teszik a településeket, hogy ezt támogatjuk, ezt nem támogatjuk. Az önkormányzati választáson sok esetben kontraszelektálják a jelölteket. Pártlogó mögött olyan emberek is bejutatnak, akik nem alkalmasak. Mm. Tehát, hogy ezek szerintem jogos és súlyos érvek, és hogy mi van a mérleg másik serpenyőjében. De ezt nem a pártok teszik, hanem azok az emberek, akik egy adott politikai erőben politizálnak. De ezt megteheti ugyanezt, minden negatívumot, amiről most beszéltél, ez egy egyesület, egy szövetség, egy szervezet, sőt, még független emberek bármilyen szerveződése is meg tudja tenni. De nem a párt a cselekvő, hogy mit tud hozzátenni? Hát valójában annyit, hogy az elmúlt 200 év politikusi rekrutáció, politikusi létének kerete a párt. Nyilván hívhatjuk másképp, nevezhetjük másképp, történelmi fejlődésben biztos, vagy változásban lesz ez majd más is, most ez van. De nem lehet esetleg, bocsánat, hogy megakasztom itt a gondolatmenetet, hogy egyszerűen a szakma számára túlságosan hogy innovatív a javaslat, vagy túl, mert lehet populistának is, lehet innovatívnak is mondani, mert hogy a szakma megszokta, a politológus megszokta, hogy ezek a keretek vannak, és a Brexitet se tudtuk volna elképzelni, mondjuk. 5 évvel ezelőtt is megtörténik. Tehát, hogy nem lehet, tehát, akkor másképp teszem fel a kérdés, bocsánat. Egyébként működőképes lehetne ez a javaslat? Nyilván lehet olyan politikai rendszert kitalálni, amiben mondjuk nem engedjük a pártosodást, voltak erre kísérletek. Csak önkormányzati szinten. Oké, okay, de akár be is tilthatjuk a pártoknak a létét önkormányzati szinten. Oké. Okay. Mert az önkormányzati szinten igen. Attól még, hogy azt mondjuk, hogy pártban nem lehet politizálni, attól még szerintem a politizálásnak a keretei nem változnak meg. Tehát ez játék a szavakkal, a pártok betiltásnak. Ne induljanak pártok, hát induljanak egyesületek, szövetségek, akármik, azok ugyanolyan struktúrákat létre tudnak hozni, és ugyanolyan negatívumokat tudnak produkálni szerintem, mint szerintem a pártok. Is. Szerintem is, csak erre a pártok még rátesznek. És az én hipotézisem az, hogyha a pártok nem ennek, talán valamivel, most százalékban nem akarok mondani semmit, csak hasamra ütni tudnék, és úgy mondani valami számot, de minden esetre mérséklődne ennek a hatása, és azt is feltételezem, hogy lennének olyan emberek, akiket ez a fajta lehetőség felszabadítana, aktivitásra ösztönözne, és adott esetben olyanok is, akik az adott közösségen belül valamilyen értékrend mellett, kvázi párt értékrend mellett elkötelezve, de mégiscsak egyesületben vannak jelen, azért nagyobb szabadságfokot adna nekik, hogy mondjuk átgondolják, vagy megértsék a másik álláspontot. Lehet, szerintem semmi nem változna, csak másképp neveznék el ugyanazt, és ugyanazok az emberek indulnának a választásokon, csak nem pártjelöltként, hanem valamilyen más álcivilként, álfüggetlenként, álszövetség vezetőjeként. Akkor az részemről egy téves hipotézis, hogy vannak olyan emberek ma Magyarországon vidéki településeken, akik alkalmasak lennének, képviselőnek, polgármesternek, és csak azért nem méretik meg magukat, mert nem szeretnének a pártpolitikai erőtérbe semmilyen oldalon belekerülni. Biztos vannak ilyen emberek, nyilván. Nem tök ezek az emberek nyilván. Aktivitását, ez a jelenlegi rendszer korlátozza. Nyilván, de én azért abban hiszek, hogyha valakiben kellő ambíció van, és alkalmas is lenne valamire, akkor ennek az alkalmasságának az egyik bizonyítéka az, hogy egy szelekciós mechanizmusban képes részt venni, azaz el tud indulni, meg tudja teremteni azt a hátországot. Tehát megint ugyanarról tehát beszélünk a szerintem. Egy ilyen szelekciós keret is, ahol az ember meg tudja mutatni a párton belül előrejutásával azt, hogy alkalmas-e egy nagyobb feladat. Nyilván, erről beszéltem az előbb, hogy az elmúlt 200 évben valahogy úgy alakult, történelmileg úgy alakult, hogy a pártok jelenítik meg ennek a keretét. Nyilván ez lehet, hogy fog változni, sőt biztos, hiszen 500 évvel vagy 1000 évvel ezelőtt nem voltak politikai pártok, bár voltak olyas valamik, amik hasonlítottak hozzá, és lehet, hogy 1000 év múlva majd más lesz a rendszer, de azt hiszem, hogy ez a mai küzdelem a pártokkal szemben, ez szintiszta populizmus, semmi más. Okay, hát nem győztük meg egymást, de köszönöm szépen az érveket, meg az évrendszert, mert elgondolkodható. Ugye a javaslatnak az a lényege, hogy csiszolgatjuk, társadalmi vitára bocsátjuk, és majd egy törvényjavaslat készül róla, úgyhogy köszönöm szépen, hogy hozzájárultál a társadalmi vitához. Sok sikert. Köszönöm. Ahhoz, hogy a 21 vlog fennmaradjon, a te segítségedre is szükség van. Kérlek, hogy légy a támogatóm a Patreonon.